Szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit a Lélekemelő című vallási műsorunk kezdetén. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelőben hosszú sorozatként, közös gondolkodásunk alapjaként Szent János Apostol evangéliumát olvassuk. Természetesen jól tudjuk, és erről már többször is gondolkodtunk ebben a műsorban, hogy a Szentírás egy-egy részei, egy-egy könyve, annak töredékei, vagyis egy-egy vers, egy-egy gondolat nem ragadható ki a teljességből, a Szentírás összefüggéseiből. Ezért nagyon hasznos, hogyha lapozgatunk a Szentírásban, hogyha bizonyos utalásoknál Felkeressük a párhuzamos helyeket, előzményeket, előképeket, a hivatkozási pontokat, ahogy erre is ma több alkalmunk lesz, tovább folytatva a János Evangélium olvasását. Fontos, hogy egységben és az összefüggéseiben szemléljük a Szentírásnak üzenetét, gondolatait. Egy nagyon fontos, tanításról gondolkodunk most, János evangéliumának hatodik fejezetében, az élet kenyerére vonatkozó nagy beszédről és Jézus kinyilatkoztatásáról kell eltűnödnünk, amit megelőz egy csoda történet, illetve kettő is. Az egyik a csodálatos kenyérszaporítás története és eseménye, a másik pedig Jézusnak a vizen járása. Ez is itt található a hatodik fejezetben. És ezt követően beszámol az evangélista arról, hogy Jézus eltűnt a tömeg szeme elől, az emberek keresik, megvan rá az okuk, és ez a párbeszéd is fontos még ismétlésképpen, amit innen a hatodik fejezetből idézünk. Az emberek keresik tehát Jézust, aki elhagyta azt a helyet, ahol a kenyérszaporítás csodája történt, a tó túlsó partján megtalálták. És fölteszik a kérdést, Mester, hogy kerültél ide? És Jézus egy nagyon érdekes megjegyzéssel válaszol, és elmondja, hogy nem azért kerestek, mert csoda jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Tudjuk jól, és emlékszünk arra, hogy a kenyérszaporítás csodájának a története avval a megjegyzéssel zárult, hogy Jézus észreveszi azt, hogy körül akarják venni őt az emberek, erőszakkal meg akarják tenni királynak, és ezért vonult vissza a hegyre egyedül. Tehát az emberekben él ez a vágy, ér ez a várakozás, hogy nekünk egy ilyen vezetőkkel, egy ilyen uralkodóra van szükségünk, aki ingyen kenyeret ad. Természetesen tudjuk azt, hogy az embernek valóban szüksége van a mindennapi betevő falatra, ez a betevő falat általában mindig a kenyér fogalmában és valóságában jelenik meg. A magyar nyelvben beszélünk a kenyeres pajtásomról például. És Jézus így tanít minket imádkozni is, hogy a mindennapi kenyér kérésére is bíztat minket. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, ezt kérjük a mi Atyánkban, tehát jogos ez az emberi igény, mert hiszen a földi életet is valamivel táplálni kell, és a földi létünk, megélhetésünk, ez a táplálékkal függ össze, mégpedig a mindennapi betevő falattal, a kenyérrel. És arra is gondolnunk kell, hogy az Úristen a gondviselő szeretetét így mutatja meg. Hogy megadja a mindennapi kenyeret. Minden nap ad nekünk táplálékot. És emellett, erről is már hosszasan gondolkodtunk, párhuzamosan megjelenik a lelki tápláléknak, a lelki italnak a gondolata, annak a szerepe, annak a megígérése, annak az ajándéka, és az élet kenyeréről szóló, nagy beszéd éppen ezt a párhuzamosságot használja föl, illetve megvannak a csodák, amelyek már ezt megelőzték. Van egy ószövetségi csoda és isteni ajándék, az égből hullott manna, van már a Jézusi csodatételekből adódó nagy ajándék, a megszaporított kenyér, a földi test táplálására, és aztán van a lelki kenyér és a lelki ital ígérete és valósága, amit az élet kenyerének ígéretében és annak oda ajándékozásában kap meg a hívő ember. Nézzük, mi is történik itt. Az előbbi párbeszédből kitűnik, hogy Jézus hivatkozik az emberek evilági világi égségére, ettetek a kenyérből, mondja Jézus, és jól laktatok, de ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre, tehát az örök élet meghívásáról van itt szó, és később majd megértjük, hogy Valóban ez az eledel megmarad az örök életre, mert hiszen Jézus magát adja, tehát az isteni lét örökké valóságát helyezi kilátásba, amit megoszt az emberrel a szerető Isten, és ezért adja az égből szállott kenyeret, és Jézus kimondja majd magáról, hogy én vagyok az égből alászállott élő kenyér, de arra is gondolunk, hogy nem csak maga ez a romolhatatlan kenyér, a táplálék maga, aki nem más, mint az Isten fia, ez játszik szerepet az ember életében, hogy vele találkozhat a hídben, és az életét az ember az égből alászállott kenyérhez, a világ üdvözítőjéhez kötheti, hanem aki ezt teszi a hídben, az egyúttal az örök életet szerzi meg magának. Vagyis nem az ember szerzi ezt meg, hanem a hit által ajándékba kapja Istentől. Tehát a romolhatatlan égi eledel, amely megmarad az örök életre, Krisztus maga, az örök ige, aki testélet, ahogy a János evangéliumának az első verseiben olvastuk, hogy az ige, aki öröktől fogva Istennél volt, és Isten volt az ige, ő közénk szállt, tehát valóban alászállt ebbe a világba, sátrat vert közöttünk, hogy az evangélium kezdete mondja itt János leírásában, tehát az ige testé lett, az ige hússá lett, emberré lett, és közöttünk lakott. Ő meghív minket az ő örökké való életébe. Tehát így kell a romolhatatlan eledelért fáradoznunk, hogy a hitben ezt elfogadjuk, és ezáltal ajándékba kapjuk az örök életet. Ez tehát egy rövid, ismétlő párbeszéd, amire most hivatkoztunk. És aztán hozzáteszi Jézus, és ez az igazán fontos és nagyon érdekes Felcsigázó megjegyzés. Ezt az emberfia adja nektek, aki mellett maga az atya tett tanúságot. Tehát ez természetfeletti ajándék, amit Jézus ad nekünk. Tehát már itt leszűkül a kör, és nem akármilyen hitben, vagy akármilyen várakozásban, vagy vágyakozásban kapja ezt meg az ember, hanem a hite által, amely őt az ember fiához köti. Jézus Krisztus az egyedüli Úr, csak ő benne van, ami üdvösségünk. Nem győzzük hangsúlyozni a Krisztusi hitnek alapjait és valóságát. És nyilvánvalóan ebből adódik Jézusnak a többi rendelkezése, mert azért Megadja azokat a gyakorlati formákat is, emberi módokat is, amelyek a hívő embert elvezetik hozzá, hiszen közösséget alapít Jézus, és az apostolaira építi ezt a közösséget, és ebben a közösségben adja majd az életkenyerét. Tehát ezekről a vonatkozásokról sem feledkezhetünk el, hogy az élő imádkozó. Közösségben valósul ez meg, és nem külön-külön, egyesével, négy szem kapcsolatokban adja Jézus önmagát azoknak, akik benne hisznek, hanem a közösségben. Tehát ez elválaszthatatlan Isten népétől, Jézus közösségétől, vagyis az egyháztól. És természetesen ez a hit megkívánja Jézus tanításának, kinyilatkoztatásának elfogadását megkívánja az ebből a hídből adódó cselekedeteket is, értékrendet, életformát. Tehát Jézus aztán konkrét közösségi ajándékokat is ad a szentségekben, de ne menjünk a dolgok elébe. Mindennek az alapja, tehát az Úr Jézusba vetett hit. De ez nem valósulhat meg csak egyénileg, egyéni buzgóságból, csak az élő közösségben, Isten egyházában, Jézus Krisztus nagy családjában, az ő titokzatos testében, az amit az egyház hasonlataként szoktunk emlegetni, és így kapjuk meg az örök élet, a kenyerét és ajándékát. De nézzük, hogy erre az ígéretre miként válaszol a nép, mit... Te, mit Gondolnak az emberek erről az ígéretről? Először is az ószövetségi szemlélet kerül elő. Mondhatnánk azt is, hogy bizonyos farizeusi lelkület és magatartás, amely a tettekben, a látható dolgokban méri az ember szeretetét, válaszát Isten iránt, és nem szabad elmarasztalnunk ezt a fajta lelkületet hiszen az Ószövetség hordozza mindvégig az ő ütvtörténelmében történelmében az Istennel való kapcsolatnak ezt a módját és ezeket a szempontjait, hogy a törvényeket kell megtartani, és a törvény megtartása az látható cselekedetekben valósul meg. Választ az életet, már Mózes erre hívja fel a figyelmet, amikor átadja Isten törvényeit, parancsait, a választott népnek, és akkor választja az ember az életet, hogyha ezt a törvényt elfogadja és megtartja. Istennek és a népének a kapcsolatában a feszültségek, a nép hűtlensége, nagyon sokszor, illetve mondhatnánk így, hogy mindig abban mutatkozik meg, hogy, hogy elfordul a nép az úrtól tehát nem tartja meg Isten törvényeit. Tehát vonul ez a külsődleges Isten szeretet, és ezért nem szabad ítéletet mondanunk a korábbi és még nem beérett hitbeli felfogás fölött. Nem mondhatunk ítéletet az old szövetség szemlélete miatt a korábbi megnyilatkozásokról. A hívő nép, a hívő ember részéről. Ezért kérdezik meg, hogy mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk véghez. Hallottunk már ilyen kérdést az evangéliumokban, amikor Jézust kérdezik, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Tehát a cselekedetekben valósuló, megvalósuló és Kimutatható, jó akarat, igyekezet az ember részéről. Hogyan kell, hogy ez megvalósuljon? Mi tetszik Istennek? Na vajon mi tetszik ez a fontos kérdés, amire majd áttérünk a mai adásunk második részében, rövid szünet után. Nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Mit kell tennünk, hogy Istennek tetsző dolgokat vigyünk véghez? Ez a nép, az emberek kérdése Jézus felé, amikor megígéri a romolhatatlan kenyeret. Nyilván egy ilyen különleges ajándékot ki kell érdemelnie az embernek, az érdemeket pedig cselekedetekben szoktuk szerezni, és a teljesítményünket, a tudásunkat, a jó akaratunkat, a szeretetünket. Nyilvánvalóan mi testben, lélekben lévő emberek, hát a tetteinkkel tudjuk felmutatni. Az eredményeink azok mérhető dolgokká válnak emberi életünkben. Egészen gyermekkortól kezdve, amikor már az iskolai eredményeket is, vagy minősítő fogalmakkal, vagy számjegyekkel szokták értékelni. Tehát az egész emberi élet erről szól, később aztán a munkakör, a bérezés, a juttatás, ezek mind olyan mérhető dolgok, amelyekkel egy ember tetteit, munkáját, a jó akaratát, a tudását, a végzettségét, elismeri a világ, elismeri a környezet, elismeri egy közösség, elismeri egy munkáltató. Tehát nyilván ez a mérhető igény és az Isten előtti mérhetőség, bár említettük, hogy ez ószövetségi felfogás és lelkület az Istennel való kapcsolatban, de Mindmáig emberi dolog. És ma is föltehetné ezt az ember ezt a kérdést. Ember mi voltában, hogy milyen látható, mérhető dolgot kell tennem ahhoz, hogy igazoljam a szeretetemet Isten iránt, vagy hogy elfogadom az ő örök életre szóló ajándékát? Jézus válasza. Azt tetszik Istennek, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, Akit küldött. Nagyon érdekes, ez már nem mérhető dolog a hit belső állásfoglalás, és Jézus tanításának egészében, szándékaiban és az ő erkölcsi megközelítésében, amely a parancsokhoz kapcsolódik, mindig a belső dolgokra helyezi a hangsúlyt és a belső világunk fontosságára, hiszen elmondja Jézus egy helyen, hogy nem az szennyezi be az embert, bármint táplálék, ami kívülről belé megy, és itt utala tisztátalan ételek, vagy a tisztátalanul való táplálkozás jelenségére. Nem ez szennyezi be az embert, ami kívülről megy belé, vagy egy érintés, kultikusan tisztátalanná válás, hanem az, ami belülről jön. És ezzel az Úr Jézus a belső dolgok fontosságát hangsúlyozza, mert minden bűn, minden rossz a szívből fakad, már onnan indul el a gyilkosság, ha valaki haragszik, vagy onnan indul el a házasságtörés, aki már gondolatban is elköveti a paráznasság bűnét egy idegen asszonnyal, de ugyanígy a jó is innen indul, hiszen innen kell belülről igazolnunk a szeretetünket Isten iránt, a mi hitünket, és azt, hogy elfogadjuk Isten legnagyobb ajándékát, az üdvösséget, abban és azáltal, ő közénk küldött. Tehát azt tetszik Istennek, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták, hadd lássuk, milyen csoda jelet viszel végbe, akkor majd hiszünk neked, mit tudsz tenni. Hát itt kezdődnek az értetlenkedések, és részünkről is talán a csodálkozás, hiszen elolvastuk már azt, hogy Jézus megsokasította a kenyeret, csodákat tett, és az emberek követik, még azt is megjegyzi a Szentírás, hogy az emberek hát fontosnak tartják azt, hogy Jézussal találkozzanak, hiszen csoda jeleket láttak, hát ezt is már felidéztük. Nem csak a kenyérszaporítást, sőt Jézus talán már bírálatként mondja, hogy nem azért kerestek, mert csoda jeleket láttatok, láthatták a kenyérszaporítás csodáját, más gyógyításokat, más isteni jeleket. És ez nem volt elég. A Szentírás ismerői és magyarázói arra gondolnak, hogy bizonyára egyrészt ez egy szerkesztési kérdés a Bibliában, hogy most azok az emberek, az a hallgatóság, akikhez Jézus szól, ez már egy újabb történet, nem függ össze a kenyérszaporítás csodájával. Tehát nem ugyanazokról az emberekről van szó. Vagy maga a történet különböző események összeillesztése. Tehát ezért Jézus számon kéri, a, a csodát számon kéri azt, hogy Kaptatok már elég jelet, és ez mégsem elég számatokra. Aztán az emberi gyengesség érdekében mentségül szolgálhat az is, hogy az ember mindig telhetetlen. Soha nem elég az ajándék, soha nem elég a csoda. Újabb és újabb jeleket vár az ember, és isteni megerősítést vár. Tehát ez is egy Fontos megjegyzés lehet. És így aztán megértjük, hogy Jézus miért kifogásolja ezt a hitetlenséget, és talán ebben a közös gondolkodásban ezek az emberek felmentést kapnak a részünkről, hogy igazából nem a hitetlenség, hanem inkább az emberi gyengeség és a telhetetlenség mondatja ki velük azt, hogy utas valami csodát. Hát láttak elég csodát, mégis újabb jeleket követelnek. Mit tudsz tenni? Hát cselekedeteket várnak Jézustól azok után, hogy már annyi mindent láthattak az ő tetteiből és az Isteni megnyilatkozásaiból. És akkor hivatkoznak egy fontos ószövetségi eseményre, Atyáink mannát tettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Hivatkoznak az ószövetségi vándorló népre, Isten csodájára, de Jézus figyelmezteti őket, Jézus erre azt mondta, bizony-bizony, mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem atyám adja nektek, az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt a mennyből, és életet ad a világnak. Már ideig eljutottunk egyszer a közös gondolkodásban, de mint említettem a műsorunk elején, a mai adás kezdetén, a lélekemelő arra is késztett bennünket, hogy Kinyissuk a Bibliánkat, használjuk a Szentírásunkat, nem csak ezekben a közös gondolkodásokban, hanem a, a saját egyéni ö, töprengéseinkben is legyen valóban a Szentírás mindennapi lelki táplálékunk, és soha ne ragadjunk ki bizonyos részeket, bizonyos elemeket a Szentírás egészéből, hanem Próbáljuk azt a maga egységében és összefüggéseiben szemlélni. Így tehát, bár ezt a részt már olvastuk az előző adásunkban is, de mégsem tértünk ki arra, hogy kikeressük a valódi és az eredeti helyeket a Szentírásból, amelyek összefüggésbe hozhatóak. Jézusnak az itt kimondott szavaival, figyelmeztetésével. Tehát először is itt van a pusztai vándorlás. Jézus figyelmezteti őket, hogy a különleges jelek nem embertől valók, és nem Mózes adott enni az embereknek a pusztában, hanem mennyei atya, vagy a mi mennyei atyánk adja az igazi élő kenyeret, és már ott is Isten adta ezt a különleges táplálékot, amikor vezette a népét, hiszen az Úr volt az, aki kiszabadította a népét, hiszen az Úr volt az, aki vezette a pusztában 40 éven keresztül, és az Úr volt az, aki táplálta a népét, a vándorló népet a pusztában. De nézzük meg, hogy miként is történt ez. Jó előre kell lapoznunk a Bibliában, mégpedig a kivonulás könyvéhez és a kivonulás könyve 16. fejezetéhez. Itt olvasunk a Manna és a fűrjek táplálékáról. Ezt megelőzően a nép zugolódásáról olvashatunk, mert a nép szomjas volt, kétségbe estek, zúgolódott Mózes ellen, mit fogunk inni, és Mózes segített ezen a, ezen a problémán, és adott inni a választott nép, népnek. Aztán utána újabb lázongás kezdődik, erről már a 16. fejezetben olvashatunk. Izrael fiai, tehát zúgolódnak, és azt mondják, inkább haltunk volna meg az úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól laktunk kenyérrel. Ti pedig idehoztatok a pusztába, hogy az egész közösség éhen vesszen. De az úr így szólt Mózeshez, Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. Tehát látjuk, hogy az Úr az, aki kenyeret ad az égből. A nép menjen ki, és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár-e el. Ha a hatodik napon elkészítik, amit hazavittek, kétszer annyi lesz, mint amit naponként gyűjtöttek, hát így a hetedik nap nyugalmát meg tudja tartani a nép. Mózes és Áron így szóltak Izrael, fiaihoz, Izrael fiainak egész közösségéhez. Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptomból, holnap reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét. Ő ugyanis hallotta szúgolódásotokat, és Mózes megígéri, ma este az Úr húst ad nektek enni, és holnap kenyeret, reggel kenyeret, hogy jól lakjatok. És akkor az Úr így szól Mózeshez ezek után, hallottam Izrael fiainak zúgolódását. Közöld velük, ma este húst fogtok enni, és holnap reggel jól lakhattok kenyérrel. Erről fogjátok megismerni, hogy én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Valóban estére fürgy csapat jelent meg, és ellepte a tábort. Reggel pedig harmatozó felhő volt a tábor körül. Amikor a harmatozó felhő felszállt, a pusztatalaján valami finom, szemcsés dolog volt, olyan, mint a dér a földön. Izrael fiai észrevették és kérdezgették egymást, hogy mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes elmagyarázza nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni. És aztán gyűjtik minden nap a kenyeret, és az Úr ezzel a kenyérrel végigkíséri a népét a vándorlásban, égi kenyeret hullat. Tehát ez az, amire hivatkoznak az emberek. Atyáink mannát tettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Tartsunk ismét rövid szünetet. Üdvös nézőink! A Lélekemelő című vallási műsorunk mai adásának harmadik részéhez érkeztünk. Jézus megígéri a romlatlan és romolhatatlan kenyeret. A nép vágyakozik ilyen táplálékra. Szeretné meg tudni azt, hogy mit kell tenni ehhez, hogy ilyen segítséget kapjon. Jézus a hitre hivatkozik, hogy Hinni kell az ember fiában, aki mellett az atya tesz és a nép akkor gyengeségében újabb jeleket kíván, csoda jeleket, mit tudsz tenni, hogy higgyünk neked. És az égből szállott kenyérre hivatkozik a választott nép, a pusztai vándorlás égi kenyerére, vagyis a mannára, ez az a különleges táplálék, amelyel az Úristen az éhező népét megsegítette, eltűrte a nép lázadását, zúgolódását, a nép föllázadt Mózes és Áron ellen, mert rossz hallották azt, hogy a biztos megélhetést föl kellett váltaniuk egy bizonytalan, pusztai, nomád életmódra, hiszen Egyiptomban, ha rabszolgák voltak is, és rabszolgaként dolgoztak is, mégiscsak volt mit tennéjük ott voltak a húsos fazekak. De jól tudjuk, hogy mi emberek nagyon sokszor így viszonyulunk életünk eseményeihez és körülményeihez, hiszen van, amikor inséges idők vannak, vagy elnyomásban él az ember, de van mit ennie, és hogy fölválthatja ezt az állapotot, mondjuk a szabadság, amikor az ember nem él elnyomás alatt, diktatúrában, nehéz társadalmi vagy politikai körülmények között, és akkor pedig a szegénység problémája következik. Milyen sokszor nemzetünk fiai is visszasírták azokat az évtizedeket, amik, amelyek ugyan Társadalmi szinten diktatúrát jelentettek, de mégiscsak volt mit enni. Volt egy bizonyos fokú, jó lét, egy gulyás kommunizmus, ahogy szokták mondani. És aztán a szabadságban meg a problémák, a küzdelmek kerültek elő, és a szegénység, vagy munkanélküliség, vagy egyéb gondok, és az ember akkor hajlamos arra, hogy a szabadsága állapota helyett inkább valami korlátozottabb élet után vágyakozik, vagy visszavágyik egy olyan történelmi állapotba, ahol legalább volt mit tennie az embernek, és egy bizonyos fokú biztonságot élvezhetett az ember. Egyébként is összefügg az emberi életünkben az, hogy a szabadság az mindig nagyobb kockázatot is jelent az ember számára, és ugyanakkor a szabadság nagyobb felelősséget is ró az emberre. Tehát elég az, az állatvilágra gondolnunk, hogyha egy, egy háztályi gazdaságban az állatok kerítés mögött vannak, vagy védelem alatt állnak, akkor nagyobb a biztonságuk, még szabadjára engedik őket. Tehát nyilván ez a, teremtett világ egyéb jelenségeiben is felfedezhető ez az összefüggés, hogy a szabadság egyúttal nagyobb veszélyt is jelent, és nagyobb felelősséget is jelent. De hát így zúgolódnak, az Úr azonban megkönnyörül a népén, és és enni ad nekik. Jézus erre hivatkozik. Illetve arra hivatkozik Jézus, hogy az Úr adta ezt a kenyeret, a nép hivatkozik arra, hogy, hogy atyáink mannát tettek a pusztában, és egy valamilyen írásra utal, azt, mondja, azt mondják az emberek, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Na nézzük, hogy mi ez, amire hivatkoznak. Ezt nyilván a Szentírás elemzői tárják elénk. Fontos készülni egy ilyen közös gondolkodásra, és amikor Farkasfalvi Dénes atyának a kommentáriát előveszem és készülök, akkor megtalálom benne ezeket az utalásokat. És itt a pusztai vándorlás eseményére hivatkozik a 78. Zsoltár. Hát ez lehet az, ami a nép számára ismert ószövetségi idézet volt, hiszen a Zsoltárok könyve, a választott nép ima könyve, tehát ezt a hívő zsidó emberek ezt rendszeresen használták, és a zsoltárokat imádkozták. Itt a 78. zsoltárban, a 24. versnél találjuk meg ezt az utalást, amely felsorolja Isten üdv történeti tetteit, és itt a 24-es vers azt mondja a 78. zsoltárban, Mannát hullatott az égből eledelül, égi kenyeret adott nekik. Következő vers, az erősek kenyerét ette az ember, ételt küldött nekik bőségesen, tehát 24. 25. vers, megemlékezik a mannáról, de itt végig persze az úrnak a, az egész üdv történeti segítségét, Istenütv történeti tetteit mondja el ez a hosszú zsoltár, a 78. zsoltár, amelyben ez a tény is fontos szerepet játszik, hogy az Úristen táplálta az ő népét. És ez a mennyből alászállott kenyér, mint különleges eledel, amire hivatkozik a, a nép, hogy égi kenyeret adott nekik enni. Ez emellett még máshol is előkerül, például Nehemiás könyvében, ami ugyancsak nagyon fontos, amikor a választott nép újjászervezi az életét a fogság után, és aztán hálaadó ünnepet tartanak itt éppen gyengesztelő Isten tisztelet leírását olvassuk a Nehemiás könyvének 9. fejezetében, és annak 15. verse emlékezteti a népet az Úristen nagy tetteire és a tápláló szeretetére. Az égből adott kenyérnek, az égből adott tápláléknak a fontosságára, ez valójában egy imádság, amit, ahogy említettem, ez egy engesztelő Isten tisztelet, amit a választott nép elmond és felidézi a pusztai vándorlásnak, a törvényadásnak eseményeit. Először is a szabadulást megnyitottad a tengert előttük, mondja a nép az úrnak. Száraz lábbal keltek át a tengeren, a mélységbe taszítottad üldözőiket, mint valami követ a vad vizekbe. Felhőoszloppal vezetted őket nappal, és lángoszloppal éjszaka megvilágítottad előttük az utat, amelyen menniük kellett. Alászálltál a sínai hegyre, és beszéltél velük az égből. Igazságos rendelkezéseket, biztos törvényeket, Nagyszerű parancsokat és előírásokat adtál nekik. Meg, megismertetted velük szent szombatodat, utasításokat, parancsokat és törvényt adtál nekik. Mózes szolgád által. És most jön itt Nehemiás könyve 9. fejezetében a 15. vers. Kenyeret adtál nekik az égből, égségük csillapítására. Vizet fakasztottál a sziklából, szomjuk oltására. Tehát látjuk, hogy egyrészt az imádkozó ember az Ószövetségi Imakönyvből, a Zsoltárokból felidézi a pusztai vándorlás nagy ajándékát, az égből hullott mannát. Aztán felidézi a választott nép, aki igyekszik a hűségét megújítani. Az Úrral és bűneért engesztelő imát mond. Ezt idéztük most Nehemiás könyvéből, a 9. fejezet 15. verséből. És ez is még egy fontos hely, amit a bölcsesség könyve idéz fel, mégpedig a 16. verset, Valójában ez a 16. vers itt felsorolja ugyancsak a pusztai vándorlásnak az eseményeit. És itt ugyancsak megtaláljuk azt, hogy hogy égi táplálékot adott az Úr a népének. Tehát ezt is érdemes elolvasni a bölcsesség könyvének. 16. fejezetét. És természetesen itt megemlékezik arról, hogy a nép sokszor hűtlen, sokszor lázadozik, hogy sokszor a méltatlan arra, hogy az úristen jót tegyen vele, és mégiscsak az úristen törődik, gondoskodik az ő gyermekeiről. János evangéliumának hatodik fejezete a kiinduló pont. Jézus válaszol a népnek. Bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Itt a kenyérnek, a tápláléknak a többféle értelmezése ismét előkerül hiszen már ez a párhuzamosság ugyanebben az evangéliumban megfogalmazódott a szamáriai asszonynal való találkozásban, amikor Jézus megígéri, hogy örök életre szökelő vízforrást ad, és olyan vizet, ami örökre csillapítja az ember szomját, de hát ez a lelki dolgokra vonatkozik. Az asszony természetes és elsődleges értelemben veszi ezt, és azt mondja, hogy hát Urams, adjál ilyen vizet, hogy ne kelljen ide járnom már a kútra vízért, ezt a fáradtságos feladatot, ezt ne kelljen tovább gyakorolnom. Tehát Jézus lelki vízforrásról beszél. Itt pedig égi kenyérről, és erre mondja a nép, hogy Urunk, adj nekünk, mindig ebből a kenyérből. Tehát ők is elsősorban egy evilági táplálékra és evilági fizikai ennivalóra gondolnak, amit Jézus megígér, de hát ott van az előzmény. Ott van a pusztai vándorlás, ahol, amikor hullott a manna az égből. Aztán ott van a kenyérszaporítás csodája. Tehát az emberek mindezeket magukban összekapcsolva és az emberi kiszolgáltatottság, gyengeség, a meggyengült emberi természet nyomán, hát e világi módon értelmezik a, az égből szállott kenyeret, és emberi létük fenntartásának biztonságára vágyakoznak. De nem erről van szó. Azt, hogy miről van szó, ha már nem tudjuk, folytatni a mai lélekem előben, de most következik Jézus legnagyobb kinyilatkoztatása ebben a témában, amikor kimondja Én vagyok a mennyből alászállott élőkenyér. Ennél a pontnál kell megállnunk, mert mai adásunk műsor ideje lejárt. Nagy szeretettel kérem Isten áldását minden kedves nézőnk és szeretteik életére, és a Lélekemelő című vallási műsorunk végén a találkozást várva, szeretettel búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!